Napján, a Székely Szabadság Napján. Ma, 2014. március 10-én a Marosvásárhelyi Postaréten a Székely Vértanúk emlékművénél összegyűlt székelyek és a velük szolidaritást vállaló erdélyi magyar közösségek képviselői a jog és a demokrácia útját járva egyhangban nyilvánítják ki akaratukat, igényeljük Székelyföld területi autonómiáját. Ezt teszik ma szerte a nagyvilágban mindazok, akik velünk együtt megértették a Székely Szabadság Napjának üzenetét. Az elmúlt években nyilvánvalóvá tettük, hogy a ma élő székelyek számára ez a nap nem csak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé, a jogkövetelésé, a tudatos közös fellépésé, a nemzeti önrendelkezés jegyében. Jogos követeléseinket azonban mindeddig egyetlen román kormány sem vette figyelembe, így kénytelenek vagyunk ismételten megállapítani. Románia nem tartja tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit, így az Európa Tanácshoz való csatlakozáskor az 1201/1993 számú ajánlásainak teljesítésére vonatkozó vállalását sem. Románia nem tartja tiszteletben a kisebbségi keretegyezményben és a kisebbségi regionális nyelvek európai kártájában foglalt kötelezettségeit, de figyelmen kívül hagyja az Európai Unió javaslatait a statisztikai régiók kialakítására vonatkozóan. Súlyosabb, hogy saját állampolgárainak demokratikusan kinyilvánított akaratára sincs tekintettel. Mondva csinált okokra hivatkozva, jogszerűtlen eszközökkel a hatóságok korlátozzák a gyülekezési és szólásszabadságot, sértve ezzel az állampolgárok alkotmányos jogait. Székelyföld területi autonómiája azt jelenti, hogy történelmi szülőföldjén a székely magyar többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és saját érdekében átvenni a közértekű problémák jelentős részének megoldását a szubszidiaritás elvének megfelelően. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatáskörét gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír. Ennek jegyében jelentjük ki, mi párbeszédet és együttműködést akarunk. Székelyföld jogi státusának rendezésében, amely csakis a helyi közösségek szabad akaratára, az állampolgárok közötti szolidaritásra, és a konstruktív együttműködésre épülhet. Ismételten hangsúlyozzuk, Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát. Mindezek szellemében követeljük, Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régió. Székelyföld legyen önálló közigazgatási régió. Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását. Tiltakozunk a székely nép érdekeit sértő, létét fenyegető közigazgatási átalakítás ellen. Tiltakozunk alkotmányos jogaink megsértése ellen. Követeljük, hogy a romániai hatóságok azonnal szüntessék be a székely jelképek üldözését, a jelképeket használó személyek, intézmények zaklatását és fenyegetését. Követeljük, hogy a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státusáról, a székely nép legitim képviselőivel, a székely nemzeti tanáccsal és a székely önkormányzatokkal. Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakósának. Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek. Elfogadják-e ezt a kiáltványt?